Azonban királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdonba vett népe vagytok, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Amen. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, háladó Isten tiszteletünkön. Szeretettel köszöntöm a kedves vendégeket, kollégákat, polgármestereket, közeli és távoli vendégeket, Isten tegye áldottá ezt az alkalmat mindnyájunk számára. A 165. dicséretünk első versét énekeljük fennállva. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Oh, no.
megáldása és megszentelése, jöjjön az Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökkévaló igaz Isten. Amen. Imádkozzunk, testvéreim! Mindenható Istenünk, szerető édesatyánk a Jézus Krisztusban, ha összegyűltünk azért, hogy hálát adjunk, mert mindeddig velünk voltál, mindeddig megtartottál, mindeddig megsegítettél, és jövőt mutattál a te fiatban, az Úr Jézus Krisztusban, mindnyájunk számára. Urunk, legyen áldott azért a neved, hogy van egy ügyed ezen a földön. És van egy ügyed Magyarországon, Tiszáninnenen, Abaújban, Bódvaszilason és a környéken. És ez az ügy, hogy minél többeket a sötétségből megnyerje világosságra, a halálból az életre. És mi azért szeretnénk, Urunk, ma hálát adni, hogy eszközeid lehetünk, hogy megragadtál bennünket kit-kit a föld végén, elhívtál magadnak, Uram, és mi tudjuk magunkról, hogy esendőek, bűnösök, gyengék, és alkalmatlanok vagyunk a feladatra. De köszönjük, hogy a mi alkalmasságunk az tőled van. Te tettél, te teszel alkalmassá bennünket arra, hogy mindazt, amit véghez viszel ezen a teremtett világon, azt meg tudjuk cselekedni. És Uram, amikor idehoztál bennünket Bódvaszilasra, azt kértem tőled, hogy olyan közösségünk legyen, olyan presbitérium, olyan hívő közösség, akin a pokol kapui sem vesznek diadalmat. Ma sem gondolom máshogy. És köszönöm a testvéreket, köszönöm a kollégákat, a családtagokat, Uram, hogy ebben eszközeid lehettünk. Szent lelked által légy itt közöttünk, szentelj meg bennünket a te nagy neved imádására. Amen. Drága testvérek, kedves gyülekezet, Isten igéjét az Efézusi gyülekezethez írott levél első fejezetéből, a 15. verstől a 19. verssel bezárólag olvasom. Az Efézusi gyülekezethez írott első levél 15. fejezetéből, 15. versétől olvasom a 19. versét. Én tehát, miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről, és a bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről, szüntelenül hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban. És kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön. Eddig a felolvasott szent. Drága testvérek, kedves gyülekezet, legyen Isten áldott azért, hogy egybe gyűlhettünk ma az ő nevében. Egybe gyűltünk testvérek hálát adni. Hálát adni azért, hogy megtartod bennünket, azért, hogy hordozod bennünket, azért, hogy megáldod bennünket. Hálát adni az elmúlt 15 esztendő örömeiért, könnyeiért, fájdalmaiért, sikereiért. És amikor visszagondolunk és visszanézünk, akkor azt látjuk, hogy bármi ért bennünket, Isten különösképpen hordozott és vezetett bennünket. Kegyelemből való üdvösség, Krisztusban való ajándék, új élet, lelki fegyverzetek, hogyha valaki az efézusi levelet a kezébe veszi, akkor ezekkel találkozik.
És az elmúlt 15 évben erről szóltak az igehirdetések egy része, erről próbáltunk beszélni, ezt hirdettük és ezt akartuk megélni. Hallottam az Úr Jézusba vetett hitemről. Úgy kerültünk Bódva Szilassa testvérek, hogy nem ide indultunk. Másfélé indultunk el, és Göncön voltam segédlelkész, és azt kérdeztem a püspök úrtól, hogy merre kell menni, hol van alsó dobsza. És mondta, hogy hát nem az lesz. Aztán volt egy másik település, akkor arra hova kell menni. Nem oda fogsz menni, nem Baktakékre fogsz menni, Bódva Szilassa fogsz menni. És mondom, Bódva Szilass hol van? Hát azt mondja, megnézed, hogy merre kell menni. És testvérek, mi elindultunk a feleségemmel a Csereháton keresztül, és azt láttuk, hogy valahol nincs gáz. Másik helyen nincs víz, és nem tudtuk azt, hogy hova vezet bennünket az Isten. Egyetlen egy dolog volt, amiben biztosak voltunk és amit kértünk. Uram, mindegy, hogy hova viszel, csak a Te orcád jöjjön velünk. És így érkeztünk meg Bódva Szilassal. És amikor megismertük ezt a közösséget, megismertük a hívőket, akkor megértitek, hogy nem véletlen ez a mai ige. Az apostol is beszél arról, hogy hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről. Olyan jó volt megélni és megtapasztalni, testvéreim, az elmúlt időszakban, hogy Isten adott hívő testvéreket. Mindössze 27 éves voltam, mikor ide jöttünk, a feleségem pedig még nem volt 25. Olyan csodálatos dolog, testvérek, hogy gyerekként, most már így 40-en túl visszanézve, gyerekként jöttünk ide, és a presbitériumban azt láttuk, hogy mindenkit apunak vagy anyunak lehetne szólítani, mert hogy mindenki idősebb. És mégis, amikor megtudtuk azt, hogy itt évtizedek óta egy közösség folyamatosan azért imádkozik, hogy itt lelkipásztor legyen, akkor megértettük azt, hogy milyen gyime meghallgatás van. És nem tudom, hogy ha a saját életetekre néztek, a saját közösségetekre néztek, vagy feltettétek-e már a kérdést, hogy véletlenül születtetek a világra, vagy azért, mert Istennek terve volt az életeteknek el, és rájöttek arra, hogy imádkozott valaki életetek, rájöttek arra, hogy valakinek terve van az életeteknek el, akkor ez kötelez bennünk. És ennek az imának, Isten küldetésében valamilyen formában megfelelve, hálás szívvel kell élni. Az már csak olyan plusz volt, hogy vannak olyan kedves gyülekezetek tagok, akik azt mondták, hogy pont ilyen papírmányokat. Minden bizonnyal ismerem az igény, jaj annak, akiről mindenki csak jót mond. Minden bizonnyal, higgyétek el, nem mond mindenki jót rólam, rossz is lenne nekem, de igyekeztünk teljes szívvel és utalással mindazt, amit hallottunk erről a közösségről, beilleszkedni és hirdetni az Isten igényt. Hallottunk a bennetek megnyilvánuló szeretetről, folytatja az apostol. Amikor megjöttünk Bódva Szilassal, több mint 30 ember várt, hogy hipakolyóval is mondjuk, amit hoztuk magunkkal. Meghúzták a harangot, a három közül az egyet, csak az működött, de azt legalább meghúzták. És vártak bennünket tiszta parókiával, és amikor mindent elpakoltunk, akkor az kedves gyülekezeti tagunk egy lábos tőtőt káposztában oda jött, és azt mondta, biztos, hogy mindenre volt, időtük csak erre nem. Hoztam a csinálat.
éreztük és megláttuk, testvérek, a bennetek megnyilvánuló szeretetet. Köszönjük azt a sok szeretetet, türelmet és imádságot. A fiunk 4 hónapos volt, amikor idehoztuk, és azóta Isten még megáldott bennünket 3 gyermekkel. Itt nőnek fel a szemeitek előtt, együtt sírtunk, együtt terveztünk, együtt kerestük Isten akaratát, és minden, amihez hozzáfogtunk, és benne volt az Isten szervében, megáldotta és megsegített bennünket. Ezért mondja az apostol, hálát adok értetek. És köszönjük, hogy van miért hálát adni. Van miért hálát adni, mert amikor annak idején az esperes asszony presbiteri bibliórát tartott, és elmondta a gyülekezeti tagoknak, hogy hát egy papot eltartani nem csak annyit jelent, hogy kifizetjük a fizetését, akkor volt olyan gyülekezeti tag, aki azt mondta, ami nekünk lesz, mi tennénk, papunknak is lesz. Ezek olyan értékek, testvérek, amelyek minden mai napig megállják a helyünket. Hálát adok értetek, és imádkozok értetek. Köszönjük, hogy mellettünk voltatok. És köszönjük az testvérek, hogy az Isten kegyelméből hagytatok kibontakozni. Nem megtörtelték az álmainkat, nem kellett egyetlen egy presbiteri bibliaóráról sem sírva kimenni, nem kellett feszekedve kimenni a templomból, nem kellett egymást fenyegetni, mert Isten szeretete ott volt közöttünk. Hagytatok kibontakozni, és motiváltatok. Itt lettünk családdá, itt nőttünk fel, és igazán itt tanultunk meg köztetek dolgozni. Ti azt mondjátok, hogy olyanok vagyunk, mint a rózsa. Az egyik kigyillott, és már 2 bimbó van mögötte. Mindig van új, és mindig van új. Mert azt tanultam a szüleimtől, hogy egy rendes munkás embernek mindig van dolga. Mindig van mit csinálni. És az a motiváció meghatározta az alkalmainkat, és pici gyülekezeti körzetként Bódvaszilason, Hívvégarlóban és Tornaszentgyakabban szinte minden réteg alkalmat, ami a nagy gyülekezeteken van, az sikerült megtartani. Mert itt voltatok. Rendeztünk nagy táborokat, evangelizációkat, és Isten kegyelméből elmondhatjuk, hogy sok embernek úgy kezdődik az élete és a megtérésének a története, hogy amikor Bódvaszilason tábor volt, amikor Bódvaszilason evangelizáció volt, amikor Bódvaszilason lelkigondozói beszélgetésre ment el. És ezért egyelőre csak Istenem a dicsőség. Mert Istennek testvérei van egy ügye Bódvaszilason, és ott, ahol te élsz. És minden bizonnyal mi azok az emberek vagytok, akik ennek az ügynek oda tudtok állni, hogy működjön, hogy vigyétek, hogy harcoljatok érte, és Isten az életeteket ebben vezeti és segíti. Kérem Istent, értetek, mondja az apostol, hogy adja meg nektek mindazt, ami aztán fel van sorolva. Így bizony testvérek, azt mondják, amikor nincsen lelki fejlődés, akkor az egyház építkezik. Nekünk megadta Isten azt a lehetőséget itt Bódvaszilason és a környéken, hogy nem csak a külső építkezések, hanem belső lelki építkezések is voltak, és lehettek, és lesznek. És úgy igyekeztünk a presbitériummal és a testvérekkel együtt dolgozni, hogy mindig megálljunk a helyünket. Kérem Isten, értetek, hogy adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét. Egy új időszak kezdődik, testvérek. Azt nem tudjuk, hogy meddig élünk, nem tudjuk, hogy 1 év lesz még, vagy 15 év, vagy 30 év, kinek az örömére, kinek nem tudom. De az elmúlt 15 évben nagyon sokat dolgoztunk együtt. Kollégákkal, presbitériummal, gyülekezeti tagokkal, önkormányzatokkal,
barátokkal, képviselőtársakkal. Azt kérem tőletek, és azt kérem az Istentől, hogy amit itt ír az ige, hogy a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelke az ő szent lelkének a jelenléte által megnyugodjon rajtatok. Hogy megértsétek az Isten akaratát, hogy megismerjétek ön testvére, mert nem tudhatjuk, hogy mit hoz a holnap, de azt tudjuk, ha az Úrnak élünk, akkor mindegy, hogy mi történik. Mert az Úr éve, ha élek, az Úrnak éle, ha meghalok, az Úrnak halok meg, ezért akár élek, akár halok, az Úré vagyok. A bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelke azokban működik testvérek, akiknek az Isten szent lelke ott van a szívében és a lelkében, és tudják azt, hogy naponta a maguk csendességében, dicsőítésében, Istennel való közösségben hogyan kell felterjeszteni, és elindulni azon az úton, amelyen másokat is Istenhez lehet vinni és vezetni. Hogy Isten kinyilatkoztassa az, hogy én, mert hiszem és vallom, hogy mindazok az ígéretek, amelyek a Bibliában vannak, azok igazak és ámenek, mindazok az ajándékok működnek, és nagyon sokan élnek benne, és gyakorolják azt. A bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét adja meg nektek az Isten, és felszólítanak benneteket, hogy nyissátok meg a szíveteket, hogy Isten az, hogy bölcsességével és kinyilatkoztatásának a lelkével, a ti beszédeteket, a ti gondolataitokat, a ti cselekedeteiteket át tudja járni, engedjétek, hogy munkálkodjon bennetek és rajtatok keresztül, hogy megismerjétek őt, hogy mire hívott el bennünket. Arra kérem őt, hogy világosítsa meg lelki szemeteket. Mert ha azt látjuk, hogy a szemünk előtt van, nézzük egymást, hogy nézik, milyen magas, kicsi, nagy, férfi vagy nő. De a lelki szemmel az ember máshogy lát. Máshogy látja az ember, máshogy látja az életet, máshogy látja a halál, és mindazt, ami következik. Nagyon sokszor sok ember csak negatív dolgokról beszél. Lássátok meg, mint Isten szentjei, hogy milyen örökségünk hívott el bennünket az Isten. Hogy rajtatok keresztül Isten meg akar nyilvánulni, gyógyítani akar, rajtatok keresztül akarja áztatni az ő szent lelkét, hogy mások betöltekezzenek, hogy újjászületések legyenek a közösségeinkben, a népünkben és a nemzetünkben. Sokan értitek és tudjátok, volt valaki, aki arról lett híres, hogy úgy kezdte mondani valamiát, hogy I have a dream. Van egy álmom. Annak idején én is így kezdtem, hogy módva szilason, aztán akkori gondolkodó azt mondta, hogy nagyon jó álmok voltak, tehát óvatosan vigyázzunk ezekkel az álmokkal, ne álmodozzunk is. És te mégis adott nekem nagy álmokat, és megvalósítottok együtt a gyülekezeti dolgokkal, a presbitériummal. Tudjátok, mi az igazi nagy álmok? Hogy mi itt Módvaszilason és a környéken egy olyan hely leszünk, amit azért datálnak a világon, mert elindult egy következő ébredés. Itt Magyarországon. Én hiszek ebbe. Hiszem, hogy nem csak pár tucat embernek fog úgy kezdődni az élete, hogy Módvaszilason tábor volt, vagy ebben a mobilizáció, hanem úgy, hogy volt egy ébredés. És testvérek, Isten ehhez nyitott szíveket keres. Mi reformátusok alig vagyunk 200-an, és minden esetről talán kicsit többen, mint 1100-an. Isten képes volt 300 emberrel megfordítani egy csatának a kimenetelét. Isten nagyon sok mindenre képes volt már a történelem folyamán, és a legnagyobb csodáját egyetlen egy emberen keresztül vitte végighez az Úr Jézus Krisztuson,
hogy megváltsunk téged és engem. Ma hadd kérdezzel meg benneteket, kedves szolgatársak, presbiterek, gyülekezeti tagok. Nem akartok-e, nem akarunk-e együtt azon közé tartozni, akikkel keresztül Isten képes megváltoztatni ezt a nemzetet? Mert ez a különbség. Kollégák, vagyunk 300-an. Odvaszilasiak és környékiek. Van ott 300 olyan ember a környéken, aki képes odaállni a résre. Ébredésért imádkozni, öntölni, Isten bölcsességéért, világosságáért, szentelmének, reménységéért, mert lássátok, milyen reménységre hívott el Isten bennünket. Milyen magad az örökségének dicsősége a szentek között, és milyen nagy a hatalma rajtunk hívőkön. És persze, tudom, hogy emberek vagyunk, tudom, hogy elesünk, tudom, hogy hibát követünk el, és látom saját magamon, hogy hogy változnak a gondolataim, és hogy gondolom máshogy az életet 5 évvel ezelőtt. De Isten ismer és szeret bennünket. És kész arra, hogy megfordítson mindent. És én hiszem azt, testvérek, hiszek abban, hogy Isten ezt a mi népünket és ezt a mi nemzetünket elhívta és felkente arra, hogy népek világossága legyen. És azzal tudunk világítani, ha mindenkinél nagyobb megyünk a szeretet, a megbocsájtás és a Krisztusban való élet. Drága testvérek, hív benneket Isten egy új életre. És hogyha lesz még majd 5 év, 10 év, 15 év, és ilyen jubileum vagy olyan, mi mindig ezt fogunk gondolni, és személy szerint a szívemben zárnak azt az igén, amelyik hangzik. Ha mindaz a megtettétek, ami tőletek telt, mondjátok azt, hogy gonosz és rezs szolgák voltunk, csak azt tettük, ami a kötelesség. Testvéreknek, Istennek van egy ügyere. Isten eldöntötte, hogy mindenkit üdvözíteni akar Jézus Krisztusban. Ez a kegyelem. És hogy a mindenkiben te hogy vagy benne, aktívan vagy passzívan, nem tudom. De aktívan hív, hogy légy része. Légy része mindannak, amire Isten bennünket elhívott. Így adjunk hálát, testvérek, az elmúlt időszakért. Minden egyes imádságért, hálát adunk azokért, akik már nincsenek közöttünk, de szerettek volna itt lenni. Azokért a nagyszerű emberekért és asszonyokért, akiknek az életek része voltunk és lehettünk, és hiszük az, hogy fogunk velük találkozni az örökké valóságban. Drága testvérek, világosítsa meg Isten lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket. Hogy milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk. Amen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük azt neked, hogy már nem a tejnék eledelével akarsz bennünket etetni. Nem újra és újra a régi dolgokkal foglalkozni, mint akiknek nincs reménységük, mint akik nem ismerik a Szentlélekben való örömöt, vagy nem tudnák azt, hogy üdvösségünk van te benned és te általad. Köszönjük, Urunk, az elmúlt időszakot, és hálát adunk, Urunk, az elkövetkezendő időszakért. Mind azért, amit elvégeztél már a örök idők előtt, és köszönjük, hogy mi beállhatunk ebbe, Urunk, és eszközei lehetünk.
ezért tisztítsd meg ajtunkat, életünket, gondolatainkat, cselekedeteinket. Hogy felkészült nép, és felkészült közösség lehessünk. Jézus Krisztusért úrunk, köszönjük a testvéreket, a biztató szavakat, az imádságokat. Urunk, hálásak vagyunk azok életéért, akik itt voltak közöttünk és építették. Nem csak a fizikai hajlékot, hanem a lelkit is. Legyen hálát az elmények, Urunk. És köszönjük a gyermekeket, köszönjük a családtagokat, köszönjük a barátokat, akik biztattak, toleráltak, szerettek, oly sok mindent eltöltek. És köszönjük, Urunk, a kritikákat. Köszönjük, akik tükröt tartottak elénk. Köszönjük, Urunk, hogy hordoztál bennünket, megtartottál bennünket, és belénk kapaszkodtunk. Legyen áldott a neved, most és örök-örökké. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, a földön is. Minden napi kenyerünket add meg ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek. És ne vigy minket kísérésbe, ez az az is meg a rosszhoz, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Növekedjetek a kegyelemben és a Urunk üdvözítő Úr Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé legyen a dicsőség most és örök-örökké. Amen. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindaz, amit hallottam az én atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki. Én rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek. János 15-15-16. Kordékot szokó, taliga kerék, három véka jó kívánság áldjon meg az ég. Ez a nap is felvirrat, erre vártunk régen. Szedjük rímes csokorba, ami jót kívánunk. E lelki vezetőnket köszönteni, most elédbe állunk. Megjöttünk ez helyre, Atyám köszöntésére. Atyám, légy reménységben, köszöntünk egészségben. Amennyi az öt fűszál, égen a hány csillagját. Májusban a szép virág, annyi legyen előtted, hogy igaz útra vezessen téged. Az Úr legyen melletted, hogy karjaiba zárjon és oltalmazzon téged. Az Úr legyen mögötted, hogy megvédjen a gonoszak álnokságától. Az Úr legyen alattad, hogy felfogja, ha esel és kihúzzon a csapdából. Az Úr legyen benned, hogy megvigasztaljon téged, a szomorúság nehezedik a szívedre. Az Úr legyen körülötted, hogy megvédjen téged, ha ellenség ront rád. Az Úr legyen fölötted, hogy áldás szálljon rád, így áldjon meg téged a jóságos Isten. Tele most a mi templomunk, tele most a mi szívünk, minden elért eredményért hála neked, Istenünk. Ki közelről és távolról összehoztad népedet, hogy tanítson, s gazdagítson, áraszt kiránk lelkedet.
Isten hozott, Isten áldjon, vérem váltod, drága név, ki közel. Jézusunk. Jézusunkkal ünnepelni, ó de kedves, ó de szép. Kedves tiszteletes úr, amikor leültem és elkezdtem versen gondolkodni, a Jóisten megsúgta, hogy mit is kell majd mondani. Azt súgta, mondjam el, amit tiszta szívből gondolni. Azt kívánom tisztelt és szeretett atyának, hogy mindent kapjon meg, amit az ember csak kíván. Szeretetet, megértést, türelmet a világhoz, s a világban hőn szeretett egyházához. Egészséget, hogy még soká folytathassa, amit elkezdett, hitre nevelje mindazokat, akiket csak lehet. Szívem minden kívánságát formálta a szeretet, így kívánok nagyon sok boldog perceket. Köszönöm Istenem, hogy súgta a szavakat, vigyázz rá, és ne hagyd magára, még akkor se, ha az élet mostoga. Adj meg neki mindent, amire szíve csak vágyik, hogy élhessen még körülöttünk nagyon sokáig. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, ragyogtassa rád orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Küldött az Úr, és idejöttél szavának engedelmeskedve, a hit hatalmas pajzsával és karjával felfegyverkezve. Ő áldja meg minden munkádat, gazdagon a Szentlélek által, e világon legszebb tettel a lélekmentés diadalával. Higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok és kértem, megadatik. Az Úr áldjon meg, óvjon meg, arca ragyogjon rád, és kegyelmezzen. Az Úr fordítsa feléd arcát, adjon békét neked. Kedves vendégeket, én amit a tiszteletes elmondott a szőszékről, én összefoglaltam képekben, és ezt szeretnénk most megmutatni a testvéreknek is. Meleg Attila, a Burgaszilasi Református Gyülekezet első helyben lakó lelki pásztora. Mikrofon, 15 éve Burgaszilason. Lehet, Uram, mindegy hová, csak a te orcád jöjjön velünk. 2006. augusztusában így jöttek ide a tiszteletes Rita családjával együtt. Egy évre rá, 2007. augusztusában beiktattuk a lelkipásztorunkat, mivel elfogadtátok Jézust az Urat, éljetek is ő benne, gyökerezzetek meg, és épüljetek felül benne. 2008-ban elkezdődött a templom felújítása kívülről, belülről. A legfiatalabbtól a legidősebbig mindenki oda tette magát. November 2008-ben már hálát adhattunk az Úrnak,
a felújított templomért, taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. 2010-ben a trianoni emlékmű avatása itt a templom előtt. És minden évben azóta is megemlékezünk a trianonról. Megújult parókia gyülekezeti ház, amit azt tettük, ami kötelességünk volt. 2014-ben adtunk hálát érte Istennek. 2017-ben a reformáció emlékünnepét, 500 éves évfordulóját ünnepeltük, és a HEX támogatásával elindult a lépésről lépésre lélekről lélekig program, ami testül született test az, ami lélektől született lélek az, újonnan kell születnetek. Megnyílt a biztos kezdetház Margita vezetésével. 2019-ben háladás a templom és a parókia felújításáért. A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. 2020-ban a megújult gyerekházat gyerekházért adtunk hálát, és elindult a Zöld Utakon program. 2016 a bőjt éve. A tiszteletes egy hétig bőjtölt a családjáért, és ezt az ígéretet kapta az Úrtól a családjára nézve. Ilyen szövetségem van velük, mondja az Úr. Lelkem, mely rajta nyugszik, és igéim, melyeket szárvattam, nem tudnak ki a szádból és utódod utódainak a szájából, mostantól fogva, mint örökké. És itt következik a család. Kristóf 4 hónapos volt, mikor ide költöztek, és az Úr 4 szép gyermekkel áldotta meg őket. Mátyás 3 évre rám megszületett. Abigail és ismét 3 évre rá Anna. Margitka 2010 és 2013-ban a Sárospataki református teológián tanult, lelkipásztori munkatársként végzett. Egy hétig böjtölt a tiszteletesebb gyülekezetért, és ezt az igét kapta az Úrtól, így szól az én Uram az Úr, Izrael Szentje, a megtérés és a higgadság segítene rajtadó, a vége és a bizalom elmutatna nektek. És itt következik a vezetőség, a presbitérium, nőszövetség, amely 2011-től van a gyülekezetünkben, segítkel gyülekezet munkáját. A kórus, amely 2007-ben alakult, és azóta is töretlenül próbál, és sok helyen fellép. Egy hetet böjtölt a nemzetért, a lélek pedig világosan megmondja, hogy egyesek elszakadnak a hittől, mert megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra hallgatnak. Olyanokra, akik képmutató módon hazugságot hirdetnek, akik meg vannak bélyegezve a saját lelkiismeretükben. 2014-ben református kurzión vettünk részt Balatonszászon, ami nem csak a tiszteleteségnek volt lelki feltöltődés, hanem a gyülekezetnek is. Itt néhány kép az evangelizációkból a teljesség igénye nélkül, hiszen egy évben 2-szer, de volt, hogy 3-szor is rendeztünk evangelizációt. A gyülekezetről a gyerekek, adventi előkészület, húsvéti előkészület szokott minden évben lenni, a anyák napjára szerepelnek a gyerekek karácsonyra, és még kicsik voltak a gyerekek a babamama kör Margitka vezetésével, az is volt.
Jézus az Úr az ifi számára is, néhány kép az ifisekről és a felvidéki fiatalokról. Az alsó két kép a Biblia órán készül, minden héten van Biblia óra alkalom, és most már bevezettük az idősek Biblia óráját Isten tévedőt. Itt néhány kép a konfirmációkról, illetve az aranykonfirmációt is minden évben megszervezzük. Keresztelőről felnőtt és gyerekkeresztelő, aranylapodalom. És itt az angol tábor következik néhány képbe. 2009-ben volt az első. Itt az angol táborból annyit mondanék el, hogy nem csak a lelki feltöltődés volt, hanem a gyerekek angolul is tanulhattak, mélyítették az angol tudásukat. Már 2019-ben megünnepeltük, hogy 10 éve vagyunk együtt, volt sok minden, ami emlékezetes a tábor lakói számára. A COVID-19-et is megemlítem. Ide a Zsoltárok 91-et hoztam. Margitka 2019-ben ezt a figyét kapta az Úrtól, és csak két sort idézek belőle. Oltalmam és várom Istenem, akiben bízom, megparancsoltam az angyalainak, hogy vigyázzanak át minden utagon. A tiszteletes nem hagyott ige nélkül, igei magyarázat nélkül a Covid ideje alatt sem, hiszen ha az udvarból, ha az irodából, de szólt hozzánk, tartottunk online bibliaórát, és középen azért tettem oda az úrvacsorai képet, hiszen már nem a két nagy kehelyből úrvacsorázunk, hanem kis kehelyekből. Gyülekezeti kirándulásokról néhány kép, nagyon sok helyen voltunk, több napra is, vagy egy napra voltunk Horvátországba, Lengyelországba, Erdélybe, Kárpátalján, Felvidéken, meg és Magyarországon is több helyen. A Belegfürdőit említeném meg, ahová minden évben elmegyünk egy téli fürdésre is. Ide vendégszolgálókat tettem be, ez is a teljesség igénye nélkül, hiszen nagyon sokan voltak. A lelkészek mellett voltak dicsőítő együttesek, szavalóest, orgonáest, ökumenikus istentiszteletek. Itt a cigánymisszióról egy pár kép. Az utcai evangelizáción keresztül imádság, dicsőítés, foci, az alsó kép a gyerekház és a tanoda gyerekei és dolgozóit. Tegyetek tanítványokká minden népeket. Itt néhány kép arról, ahol a tiszteletes szolgált, ez is a teljesség igénye nélkül, mert nagyon sok helyen evangelizált és szolgált. A tiszteletes ért mindenhez is. Kopjafa faragás, kopjafa állítás a főtéren, játszótér építés, képes minden hangszert megszólaltatni, és halat is fogni a kezébe is. Az alsó kép egy testületi ülésen készült, hiszen volt a Szilason képviselő testületi tag is. És akinek a fotók nagy része köszönhető, Tamás István, ezúton is köszönöm, hiszen nem tudtam volna összeszedni az ő sok képe nélkül, hiszen mindig itt van, és megajándékoz bennünket a fotóival. És ezzel zárnám ezzel a képpel, nyitva a menny Bódvaszilas fölött. És ez Bódvaszilason készült ez a kép. És ezt a rövid igét választottam, jó az Úr. Én úgy gondolom, ebbe benne van az elmúlt 15 év is, és benne van a jövő is.
Solid Deo Gloria, egyedül Isteni a dicsőség. Köszönöm a figyelmet. Felkérni a Fülöpi József Bódvaszilasi polgármester urat, hogy szóljon egy pár szót. Nagy szeretettel köszöntöm elsősorban az ünnepeltet, Meleg Attila tiszteletes urat és kedves családját, valamint köszöntöm Bódvaszilason a megjelent tiszteletes urakat, péderieket, tornagörgélyeket, itt hagyom ki, nem tudom, szóval mindenkit, aki itt van a templomban és a templomon kívül, ilyen jeles eseményünk. Attila szólt, hogy néhány mondatot mondjak, mondjuk nem így erre készültem, amit most fogok mondani, és itt a gyülekezet előtt. Mikor egy egyházvezetőről van szó, akkor mindig eszembe jut az a Jézus által mondott idézet, hogy én vagyok a jó pásztor, ismerem juhaimat, és juhaim ismernek engem. Mert egy egyházi vezető, hogy az mindenképpen pásztor. Ugye ez szimbolikus jelentés, értelem, ezt mindenki tudja, nem szó szerint vendő, és Jézus többször utal arra, hogy én vagyok a jó pásztor. És valóban mit is jelent az, hogy jó pásztornak lenni? Erről lehet, hogy a külön előadásokat is tartani. A jó pásztor az, ugye, aki irányítja a népét, irányítja a nyáját, irányítja a gyülekezetét. Mert ugye más helyen. Én vagyok a jó pásztor, juhaim hallgatnak szavamra. És ezzel mindig el szoktam gondolkozni, hogy a pásztor bottal jár, és a bot nem csak azért van, hogy előzze a vadakat, hanem azért is van, hogy megfelelő útra és ösvényre terelje az elkóborolni vágyó állatait, tehát nyáját. És egyben maga a jó pásztor és egyházi ember azzal elgondolkodva rajta, az mindig egyben egy kiválasztott is. Mert a egyházi vezető, legyen az pap, tiszteletes, bármilyen elnevezésű, az ő általa végzett feladat, az nem munka, az hivatás. Ezt életvitelszerűen, hivatásként, élete végéig kell, hogy csinálja, és becsülettel, tisztességgel végezni ezt a munkát. Ugyanígy, tiszteletes úr is, ugye ez nem azt jelenti, hogy majd eléri a 65 esztendőt jó nagy sokára, és akkor majd nyugdíjba vagyunk. Nem. Istentől kapott feladat, Istentől kapott hivatás, és ez élet végéig tart, és nem tovább. És a egyházi vezetők azok kiválasztott emberek. Nem egyszerű munkások. Kiválasztotta őket a Jóisten a Szentlélek által, hogy vezessék a keresztény gyülekezeteket, és úgy vezessék, ahogy Isten és Krisztus azt megparancsolja. Kedves Attila, azt kívánom neked és boldog családodnak, hogy még sok-sok évtizeden keresztül vezessétek a gyülekezeteket, és legyetek boldogok, erőben és egészségben. Köszönöm, én ennyi szerettem volna. Kedves ünneplő gyülekezet, tisztelt vendégek, nagyon nagy szeretettel köszöntöm minden megjelent vendéget, minden gyülekezeti tagot, akik ma azért jöttek ide, hogy a jeles esemény alkalmából együtt ünnepelhessünk, és együtt köszönthessük a mi gyülekezetünk tisztelt vezetőjét, pásztorát, lelki pásztorát, Meleg Attila tiszteletes urat. A Hídvégalkó gyülekezet nevében, Hídvégalkó polgármestereként is, én úgy gondolom, hogy mi hálások lehetünk azért, hogy a Jóisten egy olyan vezetőt küldött tiszteletes úr személyében számunkra, aki a mindennapi nehézségek ellenére, aki
e vidék viszonylagos szegénysége ellenére, a mindennapi élet nehézsége ellenére sziklaszilárdan van köztünk, hirdeti köztünk Isten igéjét, és úgy gondolom, hogy ez az ő sziklaszilárd hite, Istenbe vetett hite, az, amelynek segítségéből ő építi gyülekezeteinket itt, Babaúj és Torna történelmi vidékén, ezen a peremvidéken, amely én úgy gondolom, hogy sokak számára talán már egy elfeledett vidék. Sokan talán úgy tekintenek erre a vidékre, hogy nincs már itt semmiféle érték. Nincs már itt semmi olyan dolog, ami miatt talán ezen a vidéken érdemes élni, és ezen a vidéken érdemes maradni. Ugyanakkor meggyőződésem az, amikor egy ilyen esemény, egy ilyen mérföldkőhöz érkezvén körültekintünk, akkor láthatjuk azt, hogy mennyi boldog tekintet szegeződik tiszteletes úrra. Mennyi boldog pillanatot láthatunk itt, és az, hogy ennyien összetudunk gyűlni ebben a rohanó világban, egy olyan világban, amikor mindig mindenki valahová siet, de mégis meg tudunk egy pillanatra állni, mégis fejet tudunk hajtani, mégis meg tudjuk köszönni azt, hogy az Úr kegyelméből, tiszteletes Úr, eljött hozzánk, méghozzá, ahogy az ige hirdetéséből is hallatszódott, nem is akármilyen úton. Nem is akármilyen út vezetett idáig, de ő ezt az utat végigjárva eljött közénk, és szolgálja a mi megmaradásunkat itt, Abaúj-Torna vidékén is. Mert igenis, az értékteremtés, ahogyan tiszteletes úr is beszélt az ige hirdetésében, egy rendkívül fontos feladat. Igenis, az a nép, az a nemzet, amely nem ápolja, nem tiszteli hagyományait, kultúráját, nem ragaszkodik a múltjához, annak sajnos nem sok jövője van. De mégis egy nemzet számára, amelyet sok építő kocka épít fel, és amely építő kockákat tulajdonképpen mi magunk is adjuk, és mi magunk is alkotjuk. Ha ezen építő kockák által felépített nemzetünk, és ez a magyar nemzet, amely ugye annyi felé lett szakítva a történelem folyamán is megpróbálták a magyar népet hontalanná tenni, ha ennek a népnek nincs hite, nincs élő hite Istenben, akkor én úgy gondolom, hogy nekünk sem lehet jövő. Ugyanakkor én bízom abban, és bízom benne, és ez a mai alkalom is egy jeles alkalom ebből a szempontból, hogy ez a bizonyos ébredési folyamat, amiről tiszteletes úr beszélt, ez igenis meg fog történni. És én úgy gondolom, hogy már meg is történt. Hiszen ez a nép, ez a nemzet, ez olyan mélypontokat élt át, amely a történelem folyamán már olyan mélységekbe kellett volna, hogy taszítsa a mi hazánkat és a mi hazánk fiaikat, amelyek után az is csoda, hogy egyáltalán mi itt Bódvaszilason, a gyülekezet tagjai előtt összegyűlhetünk és elmondhatjuk magyar nyelven ezeket a gondolatokat. Én úgy gondolom, hogy ez az ébredési folyamat már megindult, és folytatódni fog, és ez a titka, és ez a jelentősége annak,
ez a kulcsa annak, hogy egy istenfélő nép, egy istenfélő nemzet megmaradhasson ezen a földön. Ez a magyar nemzet megmaradhasson itt a Kárpát-medencében. Ez a gyülekezet Bódvaszilason megmaradhasson itt, és ne csak múltja, hanem jelene, de jövője is legyen. Ugyanígy vonatkozik természetesen kisebb gyülekezetekre is. Én természetesen gondolok itt a hídvégordói, vagy akár a Tornaszentjakobi gyülekezetre is, hiszen én úgy gondolom, hogy ez a lelki ébredés, amit mi várunk, és amely azért elindult a számos gyülekezeti alkalomnak köszönhetően, és a számos ébredésnek köszönhetően, amely akár Bódvaszilashoz, vagy a mi térségünkhöz is tulajdonképpen köthető, ez fogja a megmaradásunkat, jövőnket biztosítani. Kedves ünneplő gyülekezet és kedves tiszteletes úr, két rövid idézettel készültem, amely talán itt az elmúlt 15 év esztendőhöz kapcsolódóan talán picit össze is tudja foglalni ennek a rögös útnak a nehézségét, és kedves tiszteletes úrnak a papi hivatását. Az egyik idézet Ilinszky Jánostól van, és a következőképpen szól. Hétköznap és ünnep kölcsönös megtermékenyítői egymásnak. Az egyik nem csak mértéke a másiknak, de emlője is. Az ünnepben életünk végső értelme, állomása tűnik fel, a hétköznapok hosszú sorát útnak kell tekintenünk, mely életre vagy pusztulásra vezet. Nem is az a fontos, hogy köves ez az út, hanem hogy hová visz. Az egyik gondolat eddig. És én úgy gondolom, hogy református hitű gyülekezeti tagként nem mehetek el úgy búcsúzásképpen, hogy egy számomra nagyon kedves igét útravalóul nem adjak el tiszteletes úrnak, és természetesen minden kedves megjelent vendég számára is. Nagyon ismert, nagyon sokat idézett ige ez, de úgy gondolom, hogy a mai nap tarisznyájaként is elvihetjük magunkat. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényei vezet engem az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. A te vesződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztal terítesz nekem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig mindörökké. Az élő Isten kegyelmesebb, mint azt mi fel tudnánk fogni. A 23. Zsoltár idézett sora üzenet a mennyből. Azt mutatja be, hogyan bánik a szerető Isten azokkal, akik őhozzá teljes szívükből ragaszkodnak. Az ő áldása kegyelemből lesz a miénk, és ezt mi semmivel sem érdemeljük ki. Ha fegyelmez, helyreigazít, az is szeretetből beszél.
A 23. Zsoltár bizonyságot tesz arról is, hogy az örökkévaló Isten ugyanúgy személyesen gondoskodik a benne bízókról, mint pásztor a jókról. A jóságos Isten ellátja az övét bármilyen körülmények között is, mint egy szerető házban. És a mindenható Isten megoldalmaz bármilyen támadások közepette. Kedves Attila, én további szolgálatodhoz szívből kívánok Istentől való bölcsességet, erőt, jó egészséget és Isten gazdag áldását. Köszönöm szépen! Én is szeretettel és tisztelettel köszöntöm, hogy itt megjelenteket. És kedves tiszteletes úr, nehéz kifejezni a hálánkat, hogy ilyen egyházi vezetőt irányított az Úr tornaszentjük a református gyülekezetének élére, akinek a szolgálatán megtapasztalhatjuk Isten áldását. A mai alkalom mégis a hálaadásé. Kimondhatatlanul öröm tölt el, hogy köszönhetem szolgálatának teljesítésének 15. évében, évfordulóján. A gyülekezet és a presbitérium számára Isten különös ajándékat tiszteletes úr, emberfeletti teljesítménye. Számos önfeláldozó tevékenysége, amely rámutatnak arra, hogy Istennel minden lehetséges. Az önkormányzat és a gyülekezet nevében köszönöm a nagy tisztelető úr eddigi eredményes és áldozatos munkáját, amely nagyban megmutatkozik a gyermekek nevelésében és a közösség összefogásában. Köszönjük szépen, hogy a tornaszentjakabon eltöltött 15 év alatt idejét, erejét, nyugalmát nem kivélve azon fáradozott, hogy Isten és ember szeretette tanítsa idejét. Kérjük Isten gazdag áldását a tiszteletes úrra és kedves családjára még sok-sok 15 éven át a Jóisten szolgálatában. Köszöntök mindenkit ebben az alkalomban, hogy a Borbaszilási Református Egyházközség lelkipásztorát köszönti szolgálatának 15. évforduló alkalmával, és köszönöm a felkérést, hogy egy pár szót a katolikus egyház részéről is szólhatok. Egy történetet hadd szúrjak ide be, elnézést kérek, eszembe jutott. Hevesi káplán koromban éjféli mise, nagy templom. És a prédikáció közben megcsörött a telefonja valakinek, éppen a szószéken mondtam a prédikációt. Én ugye rendben szoktam, hogy ez ellen úgy nem veszem figyelembe, de amikor már 10 percen keresztül már előttet hosszabb ideig zörög, akkor már szóltam neki, hogy esélyt, hogy felvenni, megvárjuk. Ó, nagyon köszönöm, hogy jött a válasz, és azt hittem, hogy kimegy egy kitapsa. Nem, megtárgyalta. Én ott állok a szószéken, karmatett kézzel, a hölgyben, igen, majd megyek, nem sokat letette. És mondom a végén, és bocsánat, hogy itt nem elnézést, akinek csörgött a telefonja, annyit fűztem hozzá, hogy elnézést kedves testvérek, vagy kedves hívőknek csörgött a telefonja, egy gondolat. Minket ide a Jóisten hívott, más hívást ne fogadjunk. Tehát legközelebb, hogyha színház, vagy éppen templom vagyunk, akkor más hívást ne fogadjunk. Sokat gondolkodtam, hogy mit is mondjak ezen a mai délutánon. Polgármester úr elvette az ötletemet egyébként, hogy kénytelen voltam másfelé fordulni, és hogy elmélkedtem, hogy igazából az ember életében sok-sok évforduló van, amelyeket szoktunk ünnepelni. Vannak az évhez kapcsoló események, amelyek nemzetünkkel, településünkkel kapcsolatosak. Egy születésnap, házassági évforduló, itt jegyezni meg, hogy a 15 év a házasságban úgy hívják, hogy kristálylakodalom, nem tudom, tudtuk-e. Én nem tudtam, kristály vagy üveglakodalomnak hívják. Úgyhogy ez most mondhatjuk így is üvegszolgálatnak, kristályszolgálatnak. És vannak ugye életszakaszokat lezáró
események, jubileumon, kiemelve a ballagás, érettségi diplomosztó, aminek jubileumot is meg szoktuk ünnepelni. És persze vannak olyan évfordulók, amelyről maga csak az érintett emlékezik meg, és vannak életünkben szomorú évfordulók, amelyről nem könnyű szívvel, de nehéz könnyekkel emlékezünk meg. Mit is jelent egy-egy ilyen évforduló? Miért tartjuk számon őket? Tehetjük fel a kérdést ezen a mai alkalommal. Az ember ilyenkor visszagondol a kezdetekre, ahonnan indult, ahová jutott, és mit ért el az adott időszak alatt. Erről láthattunk ugye már beszédet is, vagy hallottunk beszédet is, láthattunk fényképes beszámolót. Összegzi, mi minden történt. Egy ember életében 15 év nem soknak tűnhet, hiszen még életkorban is kamaszkornak számít ennyi idő egy életek derekán élőhöz, egy időshöz képest. Mégis egy szolgálatban eltöltött időt nézve 15 év alatt nagyon sok minden történik. Jól tudom is mondani is, hogy egy göncről kerültél ide, fiatalabban, tele tervekkel, de egyben szent félelemmel, vajon az úrszolgálati hely milyen feladatokat, próbatételeket hoz majd. Ezzel a 15 év alatt kötődtek ismerettségek, barátságok, és ezzel a szolgálattal az is együtt jár, hogy keresztelések, házasságkötések mellett az egyházközség tagjai közül többet kísért utolsó útjukra. Egy település életében vannak meghatározó személyek. Én a polgármester, az orvos, a tanár, vagy épp a pap, a lelkipásztor. Hiszen jelenlétükkel, hozzájuk fordulókkal, a foglalkozás, bánásmód, az ő tanácsaik, útmutatásaik által formálódik, alakul a település gondolkodása, lelki, szellemi élete. Igaz ez különösen talán a papra vagy lelkipásztorra, aki az irányt az evangélium szellemében kell, hogy mutassa. Általában egy ilyen meghatározó szemét akkor értékelnek igazán, ha már nincs. A pap, a lelkész is ilyen. Nem arra fognak majd rólad, vagy éppen rólam, vagy rólunk évek múlva emlékeznek, ahol talán már máshol szolgálunk, miket újítottunk, építettünk, renováltunk, persze ezek is fontosak, hanem milyen módon mutattuk meg a jó pásztor lelkületét azok közt, ahová küldve lettünk. Úgy érzem, el éppen pár hete emlékeztünk a vasárnapi szentmisének hívekkel, ez így van rendjén, és az, hogy minden lelkipásztornak megvan a maga erénye, de egyben esendősége, hibája is, hiszen mindannyian bűnös emberek vagyunk, de a ránk bízott nyájjal együtt törekszünk az életszentségre, amire meg vagyunk hívva, hogy a néhai seregi érsek atya szavát idézzem, hogy oly sokszor mondott nekünk annak idején szemináriumi alkalmakkor. Én ezt kívánom neked, hogy sok erőt és kegyelmet adjon az Isten, mondhatni Krisztus jubilom alkalmával, hogy Krisztus a jó pásztor, aki élet adta juhaiért és az ő lelkületes szolgálj az ő dicsőségére és a lelkület javára. Annak idején, amikor minket felszenteltek, és most is így van, minden újmisés atyának illik választani egy újmisés jelmondatot, de ez ugyanígy van ezüst misékor, aranymisékor, itt különböző papi jubileumokkor. Én annak idején 2004-ben Máté evangéliumban választottam az idézetet, 10:45, hiszen az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljon, hogy ő szolgáljon, és életed, hogy a válságos sokakért. Ez a gondolat azóta is szemem előtt van, és én ezt kívánom neked, átadva, hogy legyél jó szolgálja az Úristennek. Legyünk mindannyian a lelkész testvérekkel együtt jó szolgálja az Úristennek. Hiszen roppant feladatra vagyunk meghívva egy hitetlenedő világban. A hitet, az evangélium értékeit kell tovább adnunk, és ehhez valóban lelki, kegyelmi segítség kell. Legyen kinek tovább adni. Legyen, aki fölveszi, meghallja az ige hirdetést,
szerint szolgák által. Tesszük ezt miért, hogy itt elhangzott ez a dolgunk, haszontalan szolgák vagyunk. De én kívánom azt, hogy életed alkonyán, mondd el te is majd Szent Pál szavaival, hogy jó harcot megharcoltam, a pályán végfutottam, a hitemet megtartottam. Isten éltessen, és áldjon meg téged. Kedves testvérek, kezdhetném azzal, hogy ismert énekünkkel, örül a szívem, vigad a lelkem. Tényleg így van, mert ilyen gyönyörű szép templom, ami kívülről is szép, de belülről még szebb, hiszen ilyen sokan vagyunk benne. És hálát adhatunk azért, hogy nem véletlenül vannak ilyen sokan. Külön köszönettel és tisztelettel üdvözlöm a testvérgyülekezeteket, illetve a gondozásod alá tartozó gyülekezetek képviselőit is, akikről mondhatnék egy pár dolgot személyes érintettség folytán, de nem szeretném szaporítani a szót. Azért talán a lényegre térve egy igei üzenettel jöttem, és azt szeretném elsősorban elmondani. Pál első levele Timóteushoz, a negyedik rész, negyedik, ötödik, hatodik versével. Mert Isten minden teremtménye jó, és semmi sem elvetendő, ha hálaadással élnek vele, mert Isten ígéje és a könyörgés megszenteli. Ha ezeket tanítod a testvéreknek, jó szolgája leszel Krisztus Jézusnak, hiszen a hit és az igaz tanítás igéjével táplálkozol, amelynek követőjévé lettél. Az első részben elsősorban a jó dolgokat említi, hogy ami teremtett az Isten, minden jó. Az ember is jó, de a szabad akarata révén és folytán mégis dönthet dolgokba. És ezeket a döntéseket kellene úgy megerősítenünk, hogy az Istennek tetsző legyen, és az embereknek, hogyha használva váljon. Ez az egyik legfontosabb feladat egy lelkipásztornak, hogy az ige üzenetét mérték nélkül és mérték mellett is közvetítse a gyülekezet számára, hogy élő legyen az Úristen itt jelenlevő lelke. Szeretném még azt mondani, hogy ezt a hivatást, ezt a tisztet, ahogy hallottuk, és én hallottam is, örülök, hogy itt vagyok, és megtiszteltetés számomra, hogy a kerület részéről ugyan nehézséget okozott, hogy bizonyos anyagiakkal gyarapították és sikerült felújítani a templomot, de a mindenhez is értő lelkipásztor megoldotta, hogy ezen túl mégis egy élő gyülekezetet hozott létre és hozott össze, és ebben a gyülekezeti tagok nyitott szíve is szükséges volt ahhoz, hogy őket az igaz útra vezérelve megérezzék, hogy mi is a küldetésünk, mi is a helyünk itt ebben a Isten által teremtett világban. És ehhez a munkához, ehhez a odaadáshoz gondolom, hogy a családnak is volt sok segítsége, illetve törődése neked is kellett, bár kedves feleséged inkább többet törődött ezzel a dologgal. De mindenképpen azért az szükséges, hogy legyen arra időnk, és arra van időnk, amire akarjuk, meg amire az Úristen azért ránk bízott. Így én a kerület nevében nagy szeretettel üdvözöllek, köszöntelek gyülekezetek nevében is, személyesen is a deszkatemplomi gyülekezet, ahol szolgáltál, volt a fényképen is, valóban örültünk nagyon, hogy ilyen színes megjelenéssel tudtatok jönni a saját nevemben természetesen, és a feleségem nevében, aki nem tudott eljönni, nagyon szívesen eljött volna, de az unokák itt voltak, és így nem tudott velem jönni. Ezért kérem én az Úristen további áldását, és valóban legyen az, amit vágyatok és szeretnétek, és az Úristen segítségét kérjük arra, hogy legyen valóban ébredés. Ezeken a végeken, amiket úgy érezheti ez a közösség, hogy itt maradt a történelem viharában, itt a végén,
de talán ez is egy kis erő ahhoz, hogy meg tudtad őrizni sok mindent abból, hogy nem lett túl modern. És most látjuk, nem akarok ebbe belemenni, hogy mi van azért nyugaton, hogy a modernség jegyében milyen emberellenes dolgok történnek. Istenellenes dolgok is, de hát azt a világiaknak nem is merjük mondani, mert nem akarják ezt felfogni. Ugye, mikor egyáltalán el sem hiszik, hogy létezik. Hát végig kellene nézni a dolgokon, hogy milyen sok színűség van, ez nem véletlenül történik. Tehát ez a lényeg, hogy az Úristen megőrzött minket, megtart minket, és amink van, azt tőle kaptuk. És így köszönjük az eddigi szolgálatodat, az Úristen áldását kérjük, családod életére, gyülekezetek életére, áldjon meg titeket a tudat. A 133. Zsoltárt olvasnám föl. Ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Olyan ez, mint mikor a drága olaj a fejről lecsordul a száz szakára, Áron szakállára, amely leér köntös a gallériára. Olyan, mint a Hermon harmatja, amely leszáll a Sion hegyére, csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. Tényleg csak egy néhány szót szólnék. Egyszer valaki megkérdezte tőlem, így a szolgálat kapcsán, hogy milyen viszonyban vagyok én Meleg Attilával. Baráti viszonyban vagyunk-e? Én úgy gondolom, hogy ehhez talán szükséges az is, hogy fiatal korunktól kezdve, talán a teológián, teológus társak legyünk, szobatársak legyünk, együtt legyünk a tanulás nehézségeiben, együtt legyünk a tanulás gyönyörűségeiben, ilyen nem volt közöttünk. Nem voltunk teológus társak, nem voltunk szobatársak. Itt ismertük meg egymást tulajdonképpen. Viszont az, amit az igében felolvastam, a testvériség, én azt hiszem, hogy az megvalósult közöttünk. Nem csak kettőnk között, hanem a gyülekezetek között. Nem csak kettőnk között, hanem akár a hat gyülekezet között, a két körzet között. Hiszen kölcsönös segítés, akár a szolgálatban való segítés, és szeretném kiemelni azt a segítséget, amit ettől a gyülekezettől is kaptam, és a lelkipásztorától, akár szolgálatban, akár anyagi szempontból, amikor a betegségem folyamán valóban olyan sokan segítettek, és olyan sokat segítettek, ami tulajdonképpen gördülékenyebbé tette a gyógyulásomat is. Mindezek mellett én remélem azt, hogy ez a segítség, ez a testvéri viszony, ez a testvéri segítség, ez a jövőben is élni fog, és Isten szent lelke vezessen bennünket arra, hogy a testvéri viszony fennmaradjon, sőt, erősödjön közöttünk. Nem csak a múltban tehát, hanem a jövőben is legyen ez érvényes. Azt mondom, hogy a jövőben is legyen ez érvényes, és mindjárt megragadnám az alkalmat, ugyanis már kihirdettem a komjáti körzetben, hogy a jövő héten, mivel nem leszünk itthon, hétfőtől szombatig, ha esetleg lelkipásztori szolgálatra lenne szükség, ne adj Isten a szeretés alkalmával, akkor kérjék meg Meleg Attila nagytiszteletű urat. A nagytiszteletű úrral még nem beszéltem ezt meg, úgyhogy megkérdezem. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Zárszóként annyit mondanék tehát, hogy az, hogy baráti viszony van-e köztünk, igazából nem is tudom megmondani. Meg ez talán a kettőnk dolga. De a testvéri viszony, amit valóban az Isten szent lelke munkál, én hiszem, hogy most is és a jövőben is fent fog állni, élni fog, és Isten mindezt munkálni fogja. Így kívánok áldott, további áldott szolgálatokat, így kívánom, hogy Isten áldja meg életeteket, szolgálataitokat, családodat és a gyülekezeteket. Köszönöm szépen! Kedves Attila, kedves testvérem, kedves gyülekezet és kedves család! A Gunyhatár másik oldaláról, a Felvidékről érkeztem. Krasznahorka valamikor büszkét várának a romjai alól, öt kis gyülekezetből. És én hozom ezeknek a gyülekezeteknek a köszöntését és az áldás kívánását. Ugyanis a mai napig emlékeznek arra, amikor nálunk szolgáltál,
és hirdetted az Isten igéjét. Én egy világi és egy bibliai idézetet szeretnék mondani. A világi, ez Exupérytől van, a Kisherceg írójától. Ő azt mondta, ha hajót akarsz építeni, akkor ne fáért, kalapácsért és szögekért küld az embereket, hanem így fogalmaz, hintsd el a szívükben a végtelen tenger iránti vágyat. És ezt a hajót maguk fogják megépíteni. Kedves Attila, kedves testvérem, nekem ez nem kérdés, testvérem, azt kívánom, hogy ezt a vágyat, hogy Bódva Szilas fölött megnyílt az ég a mennyre, ezt a tudást, ezt a tudatot erősítsd Isten népében továbbra is. És hogy ehhez erőt kapjál, lélek általi frissességet, a János 6.63-at idézem, a lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én mondok neked, lélek és élet. Isten áldjon az ő lelkével. Szeretettel köszöntjük a gyülekezetet, és természetesen Attilát is. Azt gondolom, hogy ez a 15 év, ez nem megy egyedül. Akkor tudja az emberet végigcsinálni, hogyha vannak mögötte családtagok, egy kedves feleség, aki nélkül azt gondolom, hogy nagyon nehéz lett volna ezt az egészet végigcsinálni. Én kívánom nektek, hogy menjetek ezen az úton tovább. Legyetek hű szolgálja az Istennek, egy Zsoltár verse hoztam. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Az a rossz hírem van, hogy tovább kell dolgoznatok, mert hogy az Úr építi ezt a házat, és nem hiába fáradoztok. Legyen így továbbra is, az elkövetkezendő jó néhány éven. Én így állok, mert úgy állok, hogy egyetértek a feleségemmel, hogy akkor tud egy férfi igazán jó munkát végezni, hogyha ott van a jó feleség és társ mögött. Én mindkettőtöket kívánok köszönteni. A gyülekezetnek megköszönöm, hogy elviselte a nagy tiszteletű úrék a 15 éven keresztül. Mert tudom, hogy ez se egy egyszerű dolog, mert volt már, amikor azt mondták neki, hogy most már aludjon nyugodtan, ne álmodjon többet. Minden esetre azt gondolom, hogy olyan igét hoztam magammal, amit biztos, hogy nem választanátok magatoknak, de elmondhatjátok magatokról, aki 15 évet ezen a vidéken tud munkálkodni, hiszem, hogy bárhol a világban, hogyha valóban Isten vele van és Isten veletek van, valóban tovább kell menni. 15 év, Pál első levele a korintusiakhoz, 15. rész, 10. verse. De Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és hozzám való kegyelme nem lett hiába való, sőt, többet fáradoztam, mint ők mindnyájan. De nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Ez a kegyelem maradjon veletek. Kedves Attila, kedves Margitta, Isten két igét adott elé, amikor ide érkeztem, és amikor végignéztem ezt a gyülekezetet, akkor igenné és amenné lettek ezek az igék, és igenné és amenné lesznek ezek az igék. Az egyik az, hogy áldást bocsájt az Úr csűrjeidre, és minden vállalkozásodra, és megáld azon a földön, amelyet neked az Isten adott. Most, hogyha a körbe tekintünk, akkor nem az épületekre gondolok semmit így, hanem azokra az emberekre, akiket itt láttok magatok körül, azokat építette Isten általatok. És azt fogalmazódott meg bennem, hogy akik körülvesznek, szolgatársak, azok munkálkodtunk ebben a gyülekezetben, veletek együtt, hol egy helyettesítésen áll, hol úgy, hogy bizonságává lettünk számotokra, és rólunk tudtatok bizonságot mutatni másoknak is. Igenné és amenné lett ez, nem csak az épületekben, hanem az emberekben,
Azt gondolom, hogy ezért vagyunk itt, mert áldássá lettek. A csűrjeitek megnőttek, és valóban minden vállalkozásotok. Azok a vállalkozások, akikért imádkoztatok. Én azt gondolom, hogy itt körülöttünk mindnyájan el tudjuk mondani, hogy Attiláék imádkoztak értünk, és ez beteljesedett. Így kívánom, hogy teljesedjék be továbbra is ez az ige, ugyan eddig is beteljesedett. A másik ige is beteljesedett, sokszor megtapasztaltátok, ez így szól. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megrodlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Ez is igenné lett, és igenné lesz korábban is. De mégis erőt nyerjetek ebből, mert megújulhat a ti erőtök, és így kívánom a ti életetekre továbbra, hogy újuljon meg a ti erőtök továbbra, és lélekben tudjatok Isten szolgálatában állni. Isten gazdag áldását kívánok az életetekre. Át is adom ezt a képet. Ünneplő gyülekezet, kedves nagytiszteletű úr, kedves Attila, én az egyik kedves igémet szeretnélek köszönteni ezen mai jeles nap alkalmából. Én már túl vagyok, jóval a 15-ös év után. Az Efézusi Levél második részének 8. verséből kegyelemből tartottatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, hanem az Isten ajándéka. És úgy gondolom, hogy amit 15 év alatt elvégeztetek, valóban Isten kegyelme, az Isten drága ajándéka itt, ezen a vidéken, és ebben a gyülekezetben, és a hozzátartozó gyülekezetekben. Isten áldja meg továbbra is a ti munkátokat gazdagon, és hallottuk, hogy a nagytiszteletű úr szeret álmodni, hát én egy levendulás párnát hoztam. Emlékeimben kutattam, és hogy honnan is van ez a tanács. Legátusom volt el egy működő legáción, és nem gondoltuk, hogy ebből egy mélyebb kapcsolat, egy barátság, egy testvéri közösség lett, de lett, és az az ige forgott végig bennem, amikor megkaptam a meghívót, ami a példabeszédek 17-ben van, hogy minden időben szeret az igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idejére. Ezt sokszor megtapasztaltuk, sokszor tudtunk együtt, akár még sírva is imádkozni, egymásért, gyülekezeteinkért, vinni oda Isten elé, úgyhogy ezt a barátságot, ami nem tőlünk van, hanem az Úrtól, köszönöm meg az Úrnak, benned, és az Isten áldását kérem rád, feleségedre, családodra. Isten áldja. Kedves testvéreim, kedves Attila, Natit szerető asszony, akkor, amikor nézem ezt a vetítést a szolgálatodról és a gyülekezeti életről, akkor édesapámnak az a alapvető igei látást tükröző mondata jutott eszembe, hogy a jól elvégzett szolgálat jutalma a még több szolgálat. De ő is, édesapám is mondta ennek kapcsán, hogy figyelmeztetés mindez a lelki rest ember számára is, hogy Isten minden emberrel tud valamit kezdeni, csak a lelkileg rest, lusta emberrel nem. És hogyha a szolgálat rendjét nézzük, akkor mondjuk ki, hogy néha megfogalmazódik bennünk, hogy hiányzik nekünk egy újabb jól elvégzett szolgálat, hogyha az újabb tehertételt von maga után, és újabb küzdelmeket. De aztán kiderül, hogy nagyon is hiányzik, hiszen ebben az esetben tapasztalhatja meg az ember azt, hogy a hitnek a ma mustármagja, amelyet Istentől nyer, az ténylegesen növekedik benne. És a hit, azt tudjuk jól, a lehetetlen lehetségesíti,
és éppen ezért én Pál apostolnak a Filippibeli gyülekezethez írott leveléből a 4. fejezet 13. versével kívánok további áldást a te szolgálatodra, kedves feleséged szolgálatára, és természetesen az egész presbitériumra és gyülekezetre. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Ha arra gondolunk, hogy mennyire erőfeletti utunk van, akkor egy református lelkipásztor kiemelten vallja azt, hogy szól a grácia, szól a fide, egyedül kegyelemből, egyedül hitáltal van lehetőségünk megmaradni a krisztusi keskeny úton. És erre vonatkozik a másik Pál ige is, hogy elég néked az én kegyelmem, tehát az én erőm a te erőtlenséged által végeztetik el. És arra gondolunk, hogy milyen módon próbálnak bennünket megerőtleníteni. Kisebb és nagyobb közösségeinket egyaránt. Tudjuk jól, hogy ma már a legkisebb, de legdöntőbb alapsejtét a társadalomnak, a családot, hogy próbálják kikezdeni világméretekben. Hogy milyen nagy jelentősége van annak, hogy létezik egy ilyen testvéri, telebaráti közösség, mint a Kurvaszilasi református gyülekezet. Akkor tudatosulhat bennünk az, hogy igen, ténylegesen rajtunk keresztül nyílik meg az a bizonyosség, és hogy ezáltal tudunk igazán kiparkodni a múlandó örökkévalót szerezni. Az örökkévalóság szempontja szerint kell élnünk az életünket, és amikor én Attilával, feleségével, a gyülekezet őscsapatával megismerkedtem a Budapest Szabadságtéri református templomban, a hazatérés templomában, akkor valahogy rögtön éreztem azt, hogy van Istennek szolgája, akit a legkedvesebb, a legkedvesebb fenyeget, az Attila. Akkor is hihetetlenül aktívan és agilisan pásztorolta és vezette a maga gyülekezetét. És a testvér gyülekezeti kapcsolatoknál a egyházközségünk fontosnak tartotta, hogy minden elszakított terület részvételével felvidékét elkipásztott testvérem a templomba, befele jövett, beszéltem erről pár szót, hogy minden elcsatolt terület részről kössünk egy testvér gyülekezeti kapcsolatot. De ahhoz, hogy ez működjön, ahhoz legalább két emberre van szükség, két lelkipásztorra, és Attila részéről ez mindig működött a távolság ellenére is, mert a földi távolságot a lelki közelség és rokonság testvéri kapcsolat átiralja. És azt külön köszönöm neked, hogy akkor, amikor én nehéz helyzetben voltam, volt egy-két eljárás folyamatban ellenem annak idején, akkor egy kezemben meg tudom számolni azt, hogy hány lelki pásztor érezte fontosnak azt, hogy tőlem egyenesen szemtől szemben érdeklődjön, hogy pontosan mi a helyzet. És hát igyekeztem a kérdéseidre tekintetben válaszolni. De bízom benne, hogy több választhoz kapni édesapámnak a igei szolgálatából, ezeket a könyveket szeretettel ültom át neked, és természetesen rajta keresztül a ületeteknek a Krisztus valóság ma evangelizációs, prédikációs üteményét a Filippi levél alapján, akkor a Úri imádságról, a Milatánkról szóló igehirdetés sorozatot, és hát ami nemrégiben jelent meg a boldog mondásokról, ez biztos, hogy nincs meg neked, de remélem, hogy ami esetleg megvan, az is másnak, más lelkész kollégának tovább tudod adni, de a bárki kérdelőre természetesen jutatunk el a részére. Isten áldja meg gazdagon a további szolgálatodat, feleségedet, egész családodat, felügyérünk és a gyülekezetet. Így a köszöntések voltak, azon gondolkodtam, amit te egyszer mondtál nekem, hogy nekünk személyiségünk szerint nem kéne barátoknak lennünk, mert annyira másak vagyunk. És három momentumot hoztam ide, három pici mozzanatot, amiért hálásak vagyunk és hálásak lehetünk. Az egyik dolog az pont a mi barátságunk, ami
úgy tudnék datálni, hogy a felvételi, a teológiai felvételi mínusz egy nap, ez több mint 21 éve volt, és azon gondolkodtam, hogy ezzel a barátsággal az Istennek terve volt, ez bebizonyosodott akkor, amikor Kárpátalján nyári táborban meg annyi megtérőt vezettünk az Úrhoz, illetve volt lehetőségem itt az itteni táborban is együtt szolgálni veled, és hízok abba, hogy ezzel az Istennek ezután is terve van még. Egy következő momentum, ami mellett nem mehetünk el, hogy amikor segédlelkészek voltunk, én Szerencsente Göncön, akkor engem felhívtak a Bódbaszélesi gyülekezetből, hogy lelkész keresnek, meg is letudtam, hogy egy illetően emlékezett, és az imént ezt szóvá tette a kezdés előtt is. Én pedig ajánlottalak téged, aztán elmentünk Göncön meglátogatni téged, kiterítettünk akkor még papír alapú térképet, az jó nagy autós térképet is megkerestük, hogy hol van Bódbaszélesi, és hálás vagyok azért, hogy ez megvalósult, és tényleg itt lehetsz. A harmadik pedig, amikor beiktatásról volt, hogy megint ugrottunk egy picit az időbe, akkor én hoztam egy igeszakaszt a Prédikátor könyvéből, és most nem választottam másik igeszakaszt, nem azért, mert most még másod keresenem, egyszerűen ez az ige akkor valósággá vált az elmúlt 15 év alatt, és abban bízok, hogy ez valóság lesz a jövőben is. Prédikátor 11.6 ezt mondja, reggel fogja magvetésed, és ne pihentesd a kezed este sem, mert nem tudod, melyik sikerül, ez vagy amaz, vagy mind a kettő egyaránt jó lesz. Hát hálás vagyok azért, hogy ez valóra vált, és azt kívánom, hogy adja meg a mindenható Isten, hogy még sok olyan dolog legyen a te életedben, a gyülekezet életében, mindannyiunk életében, amiért hálásak lehetünk, és mondd hálát. Kedves gyülekezet, kedves vendégét, kedves, azt nem mondhatom így Attila, ragyogó barátom. Én szeretnék csatlakozni az előttem szólókhoz, a jó kívánságokban, és remélem nem bántom még a többi gyülekezetet, ha azt mondom, hogy szeretném Attilát köszönteni a negyedik gyülekezet nevében is. Mert 15 év alatt kicsit úgy érezzük, hogy a mi lelkészünk is lettél. Nagyon sokat voltunk itt Bódbaszélesen, kik is jártatok hozzánk. Pontosan fellépéskor, amikor nem csak a próba adta a biztonság, hanem egy lelki biztonság, az Isten jelenlétének biztonsága kellett, akkor első szóra jött hozzánk, még akkor is, amikor Németországban a katolikusok hívtak még, és Attila első szóra eljött hozzánk, és támogatott minket. Ezt nagyon szeretnék megköszönni, és én bízom abban, hogy a jövőben ez ugyanígy lesz. Isten adással kérve fogad tőlünk a legnagyobb szeretettel ezt a csekélységet. Megvallom, én egy kicsit ismeretlenként jöttem. Felvidékről református lelkipasztor vagyok, a Torna Görgői gyülekezet szolgálomban jelenleg. Én is egy ígét hoztam. Az érdekesség ennek az ígének az, hogy van lelkész, aki annak idején ott Felvidéken azt mondta, mikor látta a nagy kertet, és mondta neki, hogy ezt bizony művelni kell, hogy ő bizony nem kertésznek, hanem lelkésznek. Ehhez képest a Jeremiás próféta könyvében az első rész 10. versében ezt olvassuk. Én népek köré rendeltelek téged, hogy gyomlalj, írts, pusztíts, rombolj, építs és plantálj. Hát ebben sok minden a kerti munkából megtalálható, és én azt kívánom, hogy azzal a felelősséggel, és azokkal az aranyokkal, mert azért aranyokról is szó van, vannak kevésbé kellemes dolgok, a írtás és egyéb, és vannak kellemes dolgok, a építés, a plantálás, hogy mindezeket kellő arannyal az Úr veteményes kertében ezután is tudja végezni, Isten áldásával. A gyülekezet segítségére és kedves felesége segítségére. Isten áldja meg volna. A Tornagörgői Egyházközségnek, amit gondokat vagyok jelen, és mint polgármesteret, én szeretnék egy pár szót szólni. Ismeretségünk 2016-ra nyúlik vissza, amikor is a két település között testvértelepülési egyezmény szerződés született, és egyben a gyülekezet is megkötötte a testvér gyülekezeti szerződést a Bódbaszélessel, és azóta is szeretnénk mélyíteni ezt a kapcsolatot is.
egy új teljesen új vezetőség általában voltak a választások felvidéken, és remélem, hogy felrejtjük meg a kapcsolatot a közvétérén már. Úgy hallgat beszámolókat, nagyon sok mindent tanulhatunk tőletek, és azt hiszem, nagyon-nagyon élő példa számunkra, hogy kell egy közösséget felépíteni, vagy egy gyülekezeti közösséget. Egy példát szeretnék mondani, 80-as években voltak nálunk gyülekezeti napok, amikor több gyülekezetből összejöttek és autóbusszal és különféle témákban lelkészek próbáltak válaszolni kérdésekre, így a híveknek vagy ott levőknek a kérdéseire, és ott feltettük az egyik lelkésznek, név szerint Édes Árpád volt, nem tudom ismerőse, ő valahol most Nyugat-Szlovákiában van, és feltettük a kérdést, honnan van az erő, hogy a lelkész minden alkalommal, ha bánata van, ha erős vagy vidám van, vagy ha családi gondjai van, föl tud menni a szószékre is, és hirdeti Istennek az igéjét is, úgy, hogy ne vegyék rajta észre. Azt mondta a lelkész erre, olyan erő nincs, azért imádkozunk egyet. Azt jelenti, hogy én ezt az imádságot kívánom a Bódaszilasi gyülekezetnek, hogy imádkozzon mindenki Attila életéért, hogy tudja hirdetni mindig erővel és tisztán Istennek az igéjét. Drága testvérek, az elkövetkezendő 40 percben már nincs annyi. Igazából véve szeretném megköszönni mindenek előtt mindenért, minden szóért, amit ma kaptam, és ha egyáltalán nevezhetjük ezt elismerésnek, letenni ma az Isten királyi trónus elé, mert minden erőért, minden barátért, minden segítségért, lehetőségért csak egyedül övé a dicsőség, és ezt nem álszerénységből mondom, hanem őszintén is tiszta szívemből. Hálás vagyok Istennek a feleségemért, a családomért, a szülőkért, a testvérekért, és értetek, és jól érezted, Péter, ez, hogy hol vagyunk testvérek és barátok, ez annyira összemosódik már, egy ügyért harcolunk, és mikor mik vagyunk. De együtt szolgálunk, és hirdetjük az igét, és drága testvérek, legyen Isten ezért áldott mindenkiért. Köszönöm a kedves szavakat, a barátokat, a régieket és az újakat. És hiszem azt, hogy Istennek van terve velünk, és nem csak múltunk van, hanem lesz jövőnk is. És az, hogy nyitva a menny, és az, hogy komolyan gondolom azt, hogy Bódaszilasról újra és újra ébredés induljon, ezért elkészítettünk egy tervet. Még nem látta a gyülekezet. Az Istennél már készen van. Ha az Úr akarja és élünk, én nagyon komolyan gondolom azt, hogy egy olyan hely leszünk, ahonnan nem csak a közösség, Bódaszilas, a térség, hanem hiszem azt, hogy az egész nemzetünk számára tudunk olyan embereket képezni, nevelni, segíteni, akik Isten országát építik. Ezért kérem, hogy mutasd meg azt a képeket, azt a pár tervet, ami alapján szeretnék egy olyan missziós központot létrehozni Bódaszilason, ahol nagyon sok lelkész kollega, ahol nagyon sok testvér felüdülhet, eljuthat az Isten közösségéig, közelségéig, és megismerhetjük az ő akaratát, felfrissülve mind testileg, mind lelkileg. A telek az adott, ha már ilyen nagy kertet adott az Isten, akkor miért ne lenne a másik végébe is épület? Ezért egy olyan missziós központot szeretnék létrehozni, ami mind a lelkészeknek, mind a gyülekezetoknak, testvéreknek egy olyan hely lehet, ahol felüdülhetünk, és a ő hozzá vezethetjük a népeket és a nemzeteket. Úgyhogy hiszem azt, hogy Isten meg fogja adni ezt is, de legyen meg az ő akarata, hogy egy év múlva lesz, vagy öt év múlva, én nem tudom.
Még azt sem akarom mondani, amit az egykori pap, hogy testvéreim, jó hírem van, az új parókiára megvan a pénz, a rossz hírem az, hogy a ti zsebetekben van. Én hiszem azt, hogy már elkészítette Isten ezt az összeget, és amikor eljön a kellő idő, akkor meg is fogjuk kapni valahonnan. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy itt volt, hogy eljött, hogy elfogadta a presbitérium meghívását. Egy picit a végén kezdtük el szervezni, és olyan ciki volt azt mondani, hogy gyertek már engem ünnepelni, tehát nem, semmiképp nem ezt akartam, mert nem erről van szó. Arról az eltöltött közös időről, amiben Isten megáldott bennünket. Csekély 2 óra el is volt, hál' Istennek, hogy nem volt olyan nagyon meleg. Kedves tiszteletes úr és tiszteletes asszony, nehéz kifejezni hálánkat, hogy ilyen egyházi vezető irányított hozzánk az úr, gyülekezetünk élére, akinek a szolgálatán megtapasztalhatjuk Isten gazdag áldását. A mai alkalom mégis a hálázási. Kimondhatatlanul öröm tölt el, hogy köszönhetem szolgálata teljesítésének 15. évfordulóját. A gyülekezet és a felépítésünk számára Isten különös ajándéka, a tiszteletes úr, vezetőleti teljesítménye, melyet hihetetlen eredményekre és elismertségre tehetünk szert. Számos önfeláldozó tevékenységét említeném, melyek gyökeresen megváltoztatták a Borbaszilas és környék településének életét, és amelyek rámutattak arra, hogy Istennel minden lehetséges. A gyülekezet nevében köszönöm a nagy tiszteletű úr eddigi eredményes áldozatos munkáját. Köszönjük szépen, hogy a Borbaszilason töltött 15 év alatt idejét, erejét, nyugalmát nem kímélve azon fáradozott, hogy Isten és ember szeretetre tanítsa híveket. Köszöntőmet Pál apostolnak a Róma beléjéhez írott levél a 12. részének 4.-5. versével zárt. Mert miképpen egy testben sok tagunk van, minden tagnak pedig ne ugyanazon cselekedete van. Azonképpen sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk. Kérjük Isten gazdag áldását, az összesünk Ura és kedvesen. És most szeretnék egy szerény ajándékkal kérdezni a barátnak. Csatlakozom én is az előttem szólóhoz. Én szeretném a másik két gyülekezet nevébe is hárman összeadtunk egy halásra, amit sajnos nem készült el, de szerettük volna most a vállára adni, de meg fog történni, úgyhogy egyelőre csak az öregzésünket fogadja el. És egy olyan ajándékot szeretnék átadni, hogy amit elkészítettem is a könyvformájában. Köszönjük szépen! És köszönjük szépen a tiszteletes asszonynak is. A tiszteletes asszonynak megmutatom, hogy ő neki mit. Egy hollóházi porcelán váza, és ráírva jó az úr, Zsoltárok 145.9. 15 évet volt a Szilasson, 2015. Még annyit szeretnék mondani, hogy én nem éreztem úgy, hogy sokat álmodott volna tiszteletes, hanem épp annyit, amennyit az úr ide rendelt, és te a következő álma. Köszönjük szépen, testvérek! És még, bocsánat, szeretnénk még a szülőknek megköszönni, hogy felnevelted nekünk itt a tiszteletes, meg a tiszteletes asszony. Köszönjük szépen!
elsősorban köszönöm a szüleinknek valóban, hogy hitre neveltek bennünket, és az a fontos, hogy az Urat szolgáljuk. Köszönöm a gyülekezetnek, hogy valóban nagyon fiatalon jöttünk ide, és gyermekükként szerettek bennünket, és szeretnek, és ezt nap mint nap megtapasztaljuk. A süteményektől kezdve mindenen keresztül, és ezt nagyon jól tudja mindenki, aki itt van körülöttünk. Köszönöm a férjemnek, hogy szolgatása lehetek, és hogy valóban mind a kettőnknek az a fontos, hogy Istenhez vezessük az embereket. Nagyon jól ismernek engem, hogy én nem tudom sírás nélkül elmondani, mit akarok, mert olyan sok hála és olyan sok minden van a szívemen, és elsősorban Istennek, hogy valóban megáldotta az életünket, a házasságunkat, a szolgálatainkat, és hogy élvezhetjük ezeket a gyümölcsöket, mert annyira jó, amikor látjuk a fáradozásunkat, hiszen emberek vagyunk, és olyan fontos ez, és köszönöm Istennek, hogy megadja ezt nekünk. És amikor a plébános úr mondta, hogy Kristály néven hívják a 15 évet, mert ez a 15 év, ez azt hiszem azért Kristály, mert már ilyenkor tisztán lát az ember. Már akkor jól megismerjük egymást a férjemmel, és látjuk, kinek mi az erőssége, gyengesége, ki tudjuk egymást egészíteni, és ez a jó. Itt 16 év az Úgyhogy hálásan köszönöm mindenkinek, aki valóban ide szentelte az idejét, hogy eljött, és hálát tudunk adni együtt mindenekért. Isten áldjon meg benneteket, mindannyiótokat, és továbbra is szolgáljunk együtt az Úrnak, az Úrral. Végezetül a 264. számú énekünket énekeljük. Az első és az utolsó versével áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát, a 264. számú dicséretünket. Az első és az utolsó versével, utána pedig szeretettel várunk mindenkit a falunk diakonban.